Az is érdekes azt megnézni, hogy a fogadóirodáknál milyen odds-okat adnak a végső győzelemre. Gary Andersonra és Michael Smithre egyaránt 3,1-es a szorzó, Glenn Durantre 3,15-ös, tehát gyakorlatilag ugyanannyi, mint Gary Andersonra és Michael Smithre, és Van den Berg lenne a fogadóirodáknál az igazi meglepetés, rá 5,5-es szorzót kínáltak. Azért mondom, nincs már nagy különbség, ugye azért ezt mindenki tudja, hogy onnantól kezdve, hogy valaki eljut egy ilyen tornán az elődöntőig, onnan már bármi megtörténhet. Természetesen ezzel van némi erős sorrend, de én abszolút azt gondolom, hogy innen már tényleg bárki megnyerheti. Itt most már két jó estét kell teljesíteni, és mindenkinek benne van a kezében ez. Tehát 3-2-re vezet Gary Anderson, és akkor, amikor visszajönnek, akkor ezt a leget most Michael Smith kezdi. 81. Nem túl jól egy 81-es dobással. Jött kérdés, hogy Whitlocknak a két bullos kiszállójára visszautalva, hogy amikor úgy szállt ki, hogy egy sima 20-as után két bull dobott, volt-e már olyan, hogy 3 bullal szálltak ki. Én is olvastam egy olyat, hogy 3 duplás kiszálló volt-e. Hát olyan van egyébként, vagy igen, már láttunk olyat szerintem. Volt már olyan, aki rápróbálkozott a 120-nál 3 dupla 20-ra. Láttam már 3 duplás kiszállót, amiben esetleg még olyan is benne lehet egyébként, hogy valaki adott esetben mellette lévő duplát találja el, és utána próbál tovább korrigálni. Na de hát ez olyan ritka, mint a horgászként Dunai galócát fognál. Igen, hát mondjuk amikor 38-nál valaki kerekíteni akar egy 10-essel, lesz belőle egy dupla 10 véletlenül, aztán 18-nál ugye 180 próbálkozik, és mondjuk szóval vannak azért olyan mutatványok, amikkel lehet eljutni 3 dupláig. Szóval igazándiból én 150-nél nem sokan próbálkoznak rá a 3 búra, úgyhogy én még nem láttam olyat, megmondom őszintén. Ezt elrontotta rendesen Gary Anderson, pedig igen. Itt lett volna az első break leg, ezzel szemben viszont Smith kihasználja ezt a... De bocsánat, én néztem be, mert Gary Anderson dobta be végül is, tehát igen. Így lett meg a break leg. Aztán elégedetlen a kezdéssel, ami egyáltalán nem csodálható. 100-as. Na. 180! Lehet, hogy most beindul Gary Anderson, és a forduló pontot ez az előző leg hozta, adta azzal a break-kel. És jönnek a triplák, a tripla 20-ak újabb. 177! Most nem megy Michael Smithnek. Egy szektor hiba. Nem volt túl acélos kör, de hát nagyon magasan fönt van Smith. Nagyon gyorsan meg lehet egy 3-leges különbség. Itt még azért nem egetrengető probléma egyébként a 3-legnyi különbség. Ez még azért ledolgozható. És bedobja. És dobja Gary Anderson. 5-2. De az figyelmeztető jellegű lehet mindenképpen Smithnek, hogy a második etapban még nem sikerült leget nyerni, miközben ezt ő kezdte, ezt a második 5-ös etapot. Kaptam egy fényképet bizonyítéként, hogy létező állatfajta a 3 duplás kiszálló. Itt ugye gondolom 42-nél egy dupla 10-et sikerült dobni a simára, a dupla 11-re sikerült egy csücsök dupla 8-at, és aztán a befejező nyíl egy dupla 3. Hát vannak ilyen opciók, de ugye azért itt a 3 bullos kiszálló inkább azért ritka, mert eleve 150-nél nem arra indít valaki, hogy eleve a bullal kezdjen. Lehet, hogy előfordul, de hivatalos versenyen így színpadon én nem nagyon láttam még ilyet
hogy valaki arra támadjon azonnal. Ez sokkal inkább 125-nél szokott előfordulni, hogy ugye búra kezdenek, és a 25-ös helyett 50 lesz, akkor ott kell maradni, és tovább dobni a 25 bullos kiszállót. 140 lesz, viszlem egy 120-ra, azért ez már bíztatóbb leg az ő szempontjából. Most ugye Smithnek az a minimum, hogy a saját kezdését nyerje, saját legét hozza, aztán valamikor vissza kellene brékelni. És bedobja, szép 101, szép 100 pluszos kiszálló érkezik Michael Smith-től. De nagyon rossz kezdés, szektorhiba is, triplamentes is. Michael Smithnek ez a hetedik 100 pluszos kiszállója volt. Nem akar jönni a tripla viszont. 6 nyilat dobott el saját legben, úgyhogy nincs triplája. És köztük volt egy szektorhiba is. De nem tud triplát dobni Smith sem. A 6 nyilból csak egy volt tripla a 18-asban. Na végre. De csak egy. És most, hogyha dobna Smith egy nagyot? 140, nem rossz, 110-re lemegy. Vagy 112-10-re. Ez jó lehetőség egyébként, főleg, hogy Gary Anderson nem hagyja magát kiszállón a 140 ellenére. Érdekes. Mintha megérezte volna előre, hogy nem fog túl nagyot dobni Smith, de ettől függetlenül azért az már kiszálló közeli állapot, az előbb is megoldotta ezt a 120-at. És nézd, hiába dob 240-et, ha duplára nem dobhat rá, és na közben most lehet, hogy Smith lebrékeli. Ami sikerült Gary Andersonnak, sikerül Smithnek. Hú, az épp hogy bent van! Nem tudja a duplát meglobni. Dupla 20 nincs. Az előbb megcsinálta Gary Anderson ezt a 120-at. Smith. 6-3, nincs break. Smith csinálta meg. Nem? Smith, Smith csinálta meg, és most megcsinálta volna még egyszer, de nem jött neki. Viszont Anderson befejezte, így aztán megint visszaáll a három leges különbség, és majdnem 180, az nagy probléma lett volna Smithnek. Csak 58. 93-58, hát lesznek bajok még akkor. Most megint lebrékelni, és 7-3-mal mennének pihenőre, az nem olyan könnyű helyzet már, hiszen akkor nem tud közelíteni Smith, pont hogy távolodik a legek tekintetében, és továbbra sem jön a tripla első pályáról, úgy, ahogy kellene. Mindössze egy triplája van ebben a legben eddig. Anderson meg megfelezi a pontjait. Ott a tripla. 140. Az jó. 54, 42-re ment rá. Így viszont kiszállón van. Smith meg 150-ről kell a bravúrna. Hát most megnézhetjük, hogy nem dob a búra. Sokkal inkább a tripla 20-asra. Most a végén, de 40-re nagyon nagy esély, a 7-3-ra be is dobja Gary Anderson. Ez most nagyon nagy baj már Michael Smithnek.